nagyon izgalmas fotós vállalkozásról lesz szó. Második alkalommal indultak Kínában magyar és kínai fotósok közösen, hogy a Sejemút tükrében című közös tárlaton most bemutassák, hogyan hat egymásra két távoli kultúra a messziről jött ember vizuális szempontjából. Vendégünk a Kolta Galéria kiállításának három alkotója. Szervusztok! Ez a második út, az első út déli tartományokra koncentrált, ez pedig most két északi tartományra, ha jól tudom. Mit érdemes tudni erről a két tartományról? A Gansu és a Shanxi tartományokról van szó. Ezek a kínai Sejemút kiinduló városai. És hát Magyarország tulajdonképpen a Sejemút utolsó állomása. És hát ezen az úton szeretnénk ezeket a kulturális dolgokat megismertetni, elhozni önökhöz. Shanxi tartomány több ezer éves történettel rendelkezik, Gansu tartomány pedig közvetlenül mellette helyezkedik el, nagyon kifejezi ez Kínának a kultúráját. Azt hiszem, ezzel meg is magyaráztuk a vállalkozás vagy kiállítás címét és Sejemút tükrében. Ez milyen jellegű közös munkát jelent a kínai alkotókkal? Mindenki megy, amerre lát és fotóz, vagy ez egy szoros kollaborációt kell, hogy jelentsen? Márkot kérdezem. Hát ez egy együttműködés, ami kialakult. Egyébként már többször is jártunk Kínában együtt, többször, mint kétszer. És kínai fotósokkal történő együttműködés ez. Ami de ez hogy néz ki, hogy évről? Ők elvisznek, mutatnak témát, amit te a saját megközelítésedből fotózol? Vagy, tehát hogy dolgozik együtt két fotós? Hát, sőt, több fotós is. A témákat részben előkészítik, már olyan értelemben, hogy tudjuk, hogy hova megyünk, és hogy nagyjából annak a területnek mi a jellegzetessége, személyisége. De természetesen mindig meglepetés, és az az izgalmas, hogy ahány fotós, annyi stílus, annyi szemlélet, és ugyanabból a környezetből mindenki más-más képet tud bemutatni. József, az feltűnt, hogy a te képeiden főleg nagyon sok kutya van. Igen. És az önkéntelenül is eszébe jut az embernek, hogy a kutyára Kínában másként, ételként is gondolnak. Ennek van köze a fotósorozathoz, hogy miért pont a kutyák? Hát én szerintem Magyarországon gondolnak a kínaiakra másképp, mint a kínai kunyára egy kicsit. Én vagyok a szűzutazó Kínában, mindenki volt már a csapatból kint. Én nekem ez az első kínai utam volt. És hogy miért a kutyákat fotóztam, én ebbe a témában Magyarországon, és ez nekem egy régi bogaram, úgy gondolom, hogy... Régi bogarad a kutya? Régi bogaram a kutya, igen, régi kutyám. Az ember és a kutya, mert hogy ez a páros, ez magáról, a társadalomról, magáról, arról a közegről nagyon sokat elmond, és lévén, hogy én nekem nem voltak ilyen tapasztalataim Kínáról, hogy ott hogy is, mint is, mit is lehet majd fotózni, ezért azt mondtam, hogy én ezt, amit a Magyarországon már évek óta vagy évtizedes távlatban csinálok, ezt a sorozatot, ezt fogom ott is folytatni, vagy ezt is fogom folytatni, ezért lettek ezek a képek, vagy így keletkeztek ezek a képek. Természetesen mást is fényképeztem, nem csak kutyákat és embereket. Kínában a mai napig meghatározó, azt gondolom, a beállított propaganda fotók hatása. A magyar kollégák témaválasztása, illetve beállításaik mennyiben térnek el a kínai fotográfusok által megszokottaktól, vagy attól a képi és téma világtól? Magyarország és Kína két ország különböző háttérből származnak az emberek. Nyilván a művészeti koncepció is kicsit más. Nyilván két különböző világ jelentkezik. Kínaiak általában gyakran a pozitív arcokat, a boldogságokat mutatják. Kínában nyilván ez egy kicsit változik.
Márk, most meg tudjuk mutatni négy képedet a nézőknek. Elmesélni az egyiknek a történetét. Van kedvenced? Készültem a kérdésre. Kedvencem mindegyik, amit kiállítok természetesen, sőt, hát ez egy nehezen leszűkített válogatás, de amit most belevittem idén újat ebbe a kínai témába, az, amit úgy nevezek, hogy időkompozíciók, ennek az a lényege, hogy egy bizonyos jelenetet egy rövidebb, hosszabb ideig fotózok, vagy egy exponással, vagy több felvétellel, és ezt összerakom egy képpé. Tehát ennek a lényege végeredményben az, hogy egy fotó egy, nem egy pillanatot mutat, hanem több pillanatot, vagy egy rövid időt arról a bizonyos jelenetről. Ez időkompozíciónak neveztem el, aki elmegy a kiállításra, ott meg fogja tudni nézni, hogy miről van szó. Érdekes, próbálok azon túl, hogy különös táj és különös embereket látunk, próbálok ilyen elképzeléseket, ötleteket belevinni a fotóba. József, lát különbséget abban, hogy mi érdekli fotósként önt, és mi az, amire a magyar fotósok fogékonyak Kínában? Nem gondolom, itt mindenki azért egy komoly fotós pályafutásának egy vagy életművének egy adott pontján ment ki, tehát mindenki... És egyébként mindenkire jellemző az, ami rátok, hogy az itteni munkásságának egy részét folytatta, tehát hogy egy ilyen kibővített... Én szerintem ezt nem lehetne, hát az ember csak turistaként alkalmazkodik és fotózza az éppen elég kerülő dolgokat. Aki azért, mert egy hosszabb fotós pályafutáson túl van, vagy annak valamilyen szakaszában van, azért az mindig a saját gondolkodása mentén keresi a témáit. És amit a Márk említett, hogy volt alkalom, amikor öten egy helyszínen fényképeztünk, de mégis másképp keletkezett. És ott mosolyogva a kiállításon néztük egymás képeit, hogy jé, tényleg én is itt voltam, te is itt voltál, és mégis egészen mást fényképeztünk, mert másképp gondolkodunk a világról. És március 14-ig, tehát a Kolta Galériában megtekinthető a művekből készült tárlat. Köszönjük szépen!